A vádirat lényege szerint a vádlott és párja 2007 óta éltek élettársként Jászladányban. Kapcsolatukból egy közös gyermek is született, az anya eddigi 3 gyermeke mellé. A férfi azonban zűrös életet élt. Többször volt már büntetve, és 2008-ban is egy büntető ügye folytán vonult börtönbe. E szabadságvesztésből a férfi 2022 nyarán szabadult, mikor is újra felvette a kapcsolatot korábbi párjával, és próbált ismét viszonyt kezdeni vele. A nő azonban volt élettársa erőszakos természete miatt mindezt nem akarta, ám az asszony döntését a férfi nem tudta elfogadni. Folyamatosan zaklatta, gyötörte, lelkileg és testileg is bántalmazta, míg nem elérkezett 2022 karácsonya. A vádlott egy üzenetet küldött exének, ha nem leszel az enyém, megöllek. További sikertelen ostromlás után a férfi 2022. december 30-án a nő jászladányi József Attila utcai házához ment, ám a volt párja a többszöri kérés, könyörgés és követelés ellenére sem engedte be. A vádlott ekkor ingerült lett, benyomta a konyhában nyíló ablakot, ahonnan bemászott a házba, majd a nő szobájába. Se szó, se beszéd, a férfi ököllel többször arcon ütötte egykori asszonyát, majd elővette zsebéből a bicskáját, mellyel legalább 5-ször fejtájékon meg is akarta szúrni. Már ekkor fájdalmas és komoly sérüléseket okoz áldozatának. A nőnek még volt annyi lélek jelenléte és anyai ösztöne, hogy a brutális támadást végignéző 4 gyermekét menekülésre buzdította, akik mindannyian kiugrottak az ablakon és az egyik rokonukhoz rohantak segítségért. A férfi olyan erővel szurkálta a nőt, hogy a bicska is eltört, ezért a konyhából kihozott egy méretes húsvágó kést, mellyel kivégezte a nőt. A vádirat szerint a nyaka mindkét oldalán mély vágást ejtett, a nyelő és a légcsövön, melynek következtében az asszony rövid idő elteltével életét vesztette. Az előkészítő ülésen az ügyész minden vádpontot kifejtett, ám mivel a bűncselekmény a vonatkozó paragrafusok szerint tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés is eredményezhet, így a vádhatóság mértékes indítvány nem tett. A vádlott és védője elfogadta a vádirat minden pontját, és osztozott az ügyészi állásfoglalásban. Amikor pedig már több jelenlévő azt gondolta, hogy a bíróság kimondja az életfogytig tartó szabadságvesztésről szóló határozatát, a bíró nem fogadta el. Elutasította, ahogyan dr. Nádor Zoltán fogalmazott, megtagadta a jászladányi férfi bűnösséget beismerő nyilatkozatát. Indoklásában arra nem talált magyarázatot, hogy a nyakatért sérülés 2 oldalról érkező, vagy egyetlen a testrészen nagy erővel áthaladó szúrásból eredhet-e, illetve megkívánja vizsgálni pszichológus szakértővel a vádlottat, mondván mennyire veszélyes a társadalomra az elkövető, lehet-e az esetben bűnismétlés. Az előkészítő ülés ezen pontján az ügyész és a védő is indítványokat nyújtott be, különböző tanúk és igazságügyi szakértők meghallgatása miatt. Így az ügy tárgyalásos bizonyítási eljárás útján június 4-én kezdődik.